Furcsa történések vagy természetes átrendeződés sokakban merül fel a kérdés. A hét híre volt Varga Judit lemondása, erről is beszélgetünk Gáspár Kristóffal, a Paradigma Intézet elemzőjével. Köszöntöm. Köszöntöm én is a hallgatókat. És közben egy köznevelésért felelős helyettes államtitkár is lemondott. Teljesen szétválasztandó ez a két ügy például, vagy elindult egy lavina? Szerintem abból a szempontból biztosan szétválasztandó, hogy azért az államtitkár lemondása sokkal inkább mondjuk a másfél éve tartó oktatási válság, illetve hát a válság az nyilván már régebb óta tart, de mondjuk azóta látjuk azért sokkal inkább a jeleit a politikában is, meg hát társadalmi szinten is. Míg Varga Juditnak a lemondása, a lemondatása szerintem egy ilyen utolsó utáni elengedése volt Orbán Viktor részéről. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor döntött itt személyesen, tehát az államtitkár esetében ez nem tartom feltétlenül biztosnak, hogy itt csak a Orbán Viktornak a döntése kellett ez. Míg Varga Judit esetében szerintem egy tudatos kormányfői döntés volt, hiszen azért ő is érzékelt, hogy az utóbbi négy év biztos, hogy nem az igazságügyről szólt, és az igazságügyi tárcának a tündökléséről élén Varga Judit miniszterasszonnyal, hiszen azért botrányra halmozott, eredményeket cserébe viszont nem igazán tudott felmutatni, és hát ennek tudható be, hogy azért a főhatalomból való kikerülés után egy ilyen, még hogyha eléggé puhának is tűnő 4 millió forintos fizetéssel rendelkező párnára is ejtik Varga Juditot, de tökéletlen azért háttérbe szorult, és háttérbe szorítják. Nyilván az majd el fog dőlni, hogy a kampányban, hogyha a listavezető lesz valóban, akkor milyen aktívan és milyen formában fog majd részt venni. Na igen, ez több szempontból pikáns, és akkor kérem, hogy ezt így egy kicsit bontsuk ki, vagy elemezzük. Egyrészt a belpolitikai részét. Sok elemző pedzegette már azt, hogy egyébként a Völner Sadol ügy kapcsán vagy óta Varga Juditot egy picit így háttérbe tették, válik, nem válik, mindenféle egyéb hírekkel együtt. Ez már egy ott elindult folyamat, vagy igazából az ő pozíciója, valóban igazságügyi miniszter pozíciója renget meg? Valószínűleg a kettő együtt lesz igaz. Azért az lehetett látni, hogy keletkezett egy igazságügyi űr Varga Judit tárca élére való beülésével, hiszen mi korábban azért nagyon erős kézzel fogták ezt a tárcát, és relatíve erős volt nem csak a tárca fogása, de azért a kormányon belüli súlya is az igazságügyi tárcának. Azóta azért nem igazán arról beszélhetünk, hogy az igazságügyi tárca önálló kezdeményezése és adott esetben tényleg a jogszabályoknak a betartatása és úgy általában az európai normákhoz való közelítés az megjelent volna, hiszen azért erre az időszakra tehető a rendkívüli felhatalmazással járó jogrend, azért az Európai Unióval folytatott vita és ott a vállalásoknak a nem teljesítése. Szóval azért vannak szerintem ilyen nagyon komoly szakmai hiányosságok, amik Varga Judit esetében biztosan felmerülnek. Én azon mondom, hogy nem volt igazi gazdája, nem volt igazi vezetője ennek a minisztériumnak, és valószínűleg erre vezethető vissza ez az egész Völner Sándor ügy is. Én nyilván ezt majd a nyomozás fogja már csak kideríteni. Én most, hogyha tippel nem kellene, nem gondolnám azt, hogy Varga Juditnak személyes érintettsége lenne, ő is ennek a korrupt rendszernek a része lett volna. Az viszont szerintem egy sokkal nagyobb és sokkal súlyosabb ügy politikai szempontból, és nyilván a kormányfő szempontjából nézve, hogyha ő ezt a háta mögött a saját minisztériumában képesek voltak megtenni, rendszerszerű és az egész igazságügyi szakmát átfogó korrupciós hálózatot hoztak létre. Egy bűnszervezetet gyakorlatilag, és Varga Judit semmit sem tudott, hát ez tényleg a kompetenciának a legnagyobb hiányáról árulkodik. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért itt sok minden egybefügg, és valószínűleg igaz az, hogy az utóbbi egy évben, egy másfél évben biztosan háttérbe került Varga Judit, de szerintem ettől függetlenül még nem lehet azt kijelenteni, hogy csak a Völner Sándor vezetett ez, hiszen több szempontot érdemes mérlegelni, mind az eredmények, mind a képességek hiányát, és hát nyilván a botrányok is azért nem erősítették Varga Juditot egészen biztosan. Ott kint, hogyha és amennyiben eljut odáig Varga Judit, akkor azért szintén egy pikáns történetről van szó, hiszen ahogy ugye ön is említette, folyamatosan elkészte, bírálta Brüsszelt, majd beül közéjük egy székbe. Igen, és ráadásul egy olyan székbe, aminek hát hogy őszintén egy túl sok értelme nincsen, hiszen azért mióta az Európai Néppártból a Fidesz kikerült, azóta valóban a képviselők ott ülnek kint, a kényelmes európai életmódot élnek, Brüsszelből tudósíthatnak Brüsszelről, de ettől függetlenül még érdemi politikai munkát
döntéshozatalban való részvételt, és hát általában egy hatalmi pozícióban levés, de akár még az információszerzésről is, döntés előkészítésről is beszéltünk, nincsenek, hiszen azért az Európai Parlament úgy épül fel, hogy ott a frakcióknak van valójában döntési jogköre, a frakciók azok, akik az érdemi munkát elvégzik, és azok, akik kívülülnek a frakción, legyenek azok szélső jobboldali képviselők, szélső baloldali képviselők, vagy adott esetben hát nyilván fideszes képviselők, azok valójában csak ott ülnek, egy-egy felszólalást tehetnek, de még a bizottságokban sem tudnak érdemi munkát folytatni. Úgyhogy nyilvánvalóan pikáns ez a helyzet, hiszen valóban abban az intézményben fog most beülni Varjúit, amit 4 év alatt, a regnálás alatt tényleg kutyába vett, hogy ilyen finoman fogalmazzak csak. De ettől feltétlenül még a következő ciklusban ő nem fog aktív részesévé válni. Nincs értelme gyakorlatilag most a fideszes jelenlétnek az Európai Parlamentben, ezért is mondom, hogy ez valóban egy olyan negligálása Varjúitnak és az ő politikai teljesítményének, ami azért hát okot ad arra, hogy valóban azt mondhassuk, hogy tényleg nem ért el eredményeket Orbán Viktor szempontjából sem, ezért gyakorlatilag tényleg a fiókba rakja be az Európai Parlamentbe. Hogyan látja egyébként ez bármilyen szinten az ő lemondatása lehet üzenet Brüsszelnek? Talán lehet üzenet Brüsszelnek, hiszen azért az utóbbi egy évben egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy volt egy, vagy van egy külügyminiszterünk, aki nem is tudom, hogy éppen melyik keleti országot jár, és köti a jobbnál jobb üzleteket. Van egy európai ügyekért, úgymond felelős, és az EU-s pénzek megszerzésért felelős miniszterünk Navracsics személyében, és hát van, vagy volt Varga Judit, aki meg elvileg az igazságügyi reformért felelt volna, és általában a jogszabályi végrehajtásért felelt volna, és amit nagyon sokat tárgyalt Brüsszelben, ezért az utóbbi egy évben egy kicsit visszavett a hangneméből, stílusváltás tetten érhető volt nála, szerintem nagyon párhuzamosan azzal, hogy belpolitikai szinten is azért mozgásterétből nagyon-nagyon veszített a Börner-Sengő ügy kapcsán, úgyhogy szerintem a brüsszeli tárgyalásokban olyan szinten nem fog változás történni, hogy eddig se tudott Varjúit elérni eredményeket. Azt nem tudjuk még, hogy Tuzson Bence fog játszani teljes egészében a portfólióját, tehát ő fog járni tárgyalni Brüsszelbe, vagy pedig az egész Navracsics Tiborhoz fog kerülni. Ez nyilván akkor neki egy győzelmet jelent, de hát, hogy mondjam, milyen győzelem az, ahol igazából eredmények nincsenek, csak még több probléma és még több feladat is láthatóan a megoldás sem jött közelebb az utóbbi másfélében, akárhányszor ígérte meg, akár Navracsics, akár pedig Varga Judit, hogy most már aztán tényleg megjönnek a pénzek. Itt állunk a kormány megalakulása után egy évvel, és még mindig arról beszélünk, hogy fogalma sincsen egyik kormánytagnak sem, hogy mikor lesz megállapodás, és mikor jönnek EU-s források. Mit gondol Tuzson Bence egyébként személyét tekintve, mennyire fajsúlyos politikus a kormányzaton belül? Kiérdemelte ő ezt a szerepet, vagy hát még az is felmerülhet sokakban, hogy ez nem egy teljesen átgondolt döntés volt, tehát körülbelül ez meg volt, hogy mondjuk Varga Judit megy, és akkor Tuzson Bence volt az első, aki szembe jött a folyoson. Szerintem kiérdemelte, azért Tuzson Bence nagyon sokat tett a Fidesz és a kormány sikeréért is. Ugye nyilván egy igazságügyi tárcáról beszélünk, tehát hogy azért nyilván már Varjúit kapcsán is felmerült, hogy DeFerencnek a tárcáját azt valóban egy alkalmas, megfelelő szakmilag felkészült személy vezetie. Tuzson Bence kapcsán is ezért már nagyon hasonló fel tud merülni, hiszen az életpályája során is ugye nem a jogalkotásban jeleskedett, nem vett részt az igazságügyi vezetésben, soha semmilyen szinten sem. Ő egy jó kormány bedolgozó, kormány alkalmazott volt, akár államtitkárként, miniszterelnökségen, akár pedig a propaganda minisztériumban, és hát most is nyilván a kormányzati munkában azért elég aktívan részt vesz, úgyhogy Orbán Viktor meg is láthatta a folyosón, hogy ott van a Tuzson Bence, és majd ő jó lesz igazságminiszternek, de azért azt gondolom, hogy van itt egy beérdemlési szakasz is. Azt nem lehet tudni, hogy milyen portfóliót kíván Orbán Viktor adni neki, nem csak portfólió szempontjából, tehát intézmény szempontból, hogy milyen területekért fog valójában felelni a klasszikus igazságügyi területek mellett, hiszen Varjúitnál azért ezek az Európai Uniós ügyek itt voltak még pluszban, illetve hogy hát milyen szerepet szán, mint Tuzson Bence a saját magának, mint pedig Orbán Viktor neki. Ezt nyilván majd csak a beiktatását követően, és hát az első néhány hét hónap elteltével munkáját figyelve tudjuk megállapítani. De szerintem az látszik, hogy egy elképesztően lojális, és egy magas kulturális, Varjúitnál biztosan magasabb kulturális és szellemi színvonal képviselő új igazságügyi miniszteri jelöltről van szó.
de ez nem jelenti azt, hogy ettől az igazságügyben meg fognak javulni a dolgok, nem jelenti azt, hogy az országos bírói hivatal és a bírói tanács közötti vita az csendesülni fog, és azt sem, hogy egyébként Magyarországon kicsit a jogállamiság, vagy bármilyen EU által kritizált helyzet javulni fog. Hogyan látja, a közeli napokban, mondjuk, vagy hetekben kell további személycserékkel számolni? Ez az a kérdés, amire szerintem senki nem tud válaszolni valószínűleg Orbán Viktoron kívül, hiszen annyira furcsa ez az ötödik Orbán kormány szerkezetének és hát a személyi összetételének a nagyon-nagyon gyors és tényleg ilyen rapid változása, amit szerintem nem lehet előrejelezni, hogy mikor mi fog történni. Abba gondoljunk csak bele, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt alakult meg az új kormány, és azóta öt darab csere történt, hol ugye személycserék történtek, ugye volt egy Palkovics miniszternek is a távozása még tavaly november-decemberben, most Varga-Jüté, és hát ugye általában is új embereknek a beemelése, korábbi tárca nélküli miniszterek felemelése, tárcával rendelkező miniszterét, tehát hogy öt ilyen csere volt. A 2022. június előtti 9 évben volt összesen 5 darab ilyen tárcával kapcsolatos csere. Tehát azért az látszik, hogy Orbán Viktor aktívan gondolkodik, egyrésztről ezt látjuk, hogy aktívan gondolkodik, hogy hogyan lehetne az ő szempontjából és a kormányzás szempontjából jobbá tenni a kormányt, gondolkozik ezen. Másrészt viszont hát egészen furcsa, hiszen azt láttuk, hogy korábban alig-alig volt egy-két csere egy cikluson belül. Mondom, tehát egy 9 év alatt volt 5 darab tárca, személy, tárcavezető személycsere, most pedig egy év alatt volt ugyanígy már 5 szereplőnek a cserélése. Úgyhogy azért szerintem itt a kiszámíthatóság az abszolút felmerül, és én nem tudom, ezt a kormányfő mivel tudja megindokolni valójában, hogy tényleg hatékonyabbá akarja tenni, tehát akkor hogy lehet, hogy egy évvel ezelőtt nem látta, hogy milyen csapattal tud nekivágni ennek a válságokkal teli időszaknak. Úgyhogy én nem tudom, hogy Orbán Viktorra mire számíthatunk a következőkben, akár az is elképzelhető, hogy pár hét múlva egy újabb miniszter cseréről fogunk tudni beszélgetni, de ez tényleg olyan, amit ez vagy jósnak kell lenni, vagy Orbán Viktornak, hogy válaszoljunk rá. A hét híre volt az is, hogy a svéd miniszterelnök azt mondta, hogy Orbán Viktor megígérte neki, hogy nem fogja késleltetni a NATO csatlakozást. Itt az idő? Úgy tűnik, hogy itt az idő, azért hallhatunk arról, hogy lesz svéd-magyar egyeztetés a témában, de hát ugye a helyzet az, hogy megígérte Orbán Viktor ezt, de többféleképpen azért most már egy éve késik ennek a döntésnek a meghozása, tehát hogy nyilvánvalóan még a törökökre is kell várni a svédeknek, hogy a csatlakozásuk ratifikálása minden egyes országban megtörténjen, de szerintem nekünk nem, illetve hát Magyarországnak nem az a célja, hogy más országokhoz kössék a saját külpolitikai döntéseiket, vagy szövetségpolitikai döntéseiket. Itt egy világos üzenetet kellett volna tenni, ezelőtt sok hónappal, legkésőbb akkor, amikor finn csatlakozásról tudott dönteni a magyar országgyűlés, hogy svédeket is felveszik a NATO-ba. Úgyhogy lehetséges, hogy itt az idő, lehetséges, hogy most a nyári időszakban meg fogják hozni ezt a döntést, mégis annak lesz egy foganatja, és majd az országgyűlés is jóvá fogja hagyni. Csak a helyzet az, hogy az idő az egyre fogy, tehát a mostani ülésszakból már nincsen túlságosan sok ülésnap hátra, nincs rendkívül ülés is lesz a következő napokban, de hogyha addig nem fog politikai döntés születni Orbán Viktor fejében ezzel kapcsolatosan, akkor az legkésőbb, vagy legkorábban ősszel várható. Nem gondolnám, hogy emiatt egy nyári nem várt ülésnapot összehívnak a vakáció kellős közepén, úgyhogy vagy a következő néhány napban, hétben eldől ez a döntés, vagy pedig újra sok hónapot kell várnunk, és csak ősszel jöhet az újabb eset arra, hogy vagy lehetőség arra, hogy döntés szülessen. Hogyan látja egyébként belpolitikai szempontból, hát ha fogalmazhatok így, nyugodt nyár következik, vagy mindenki nyaral, vagy elkezdenek a pártok, például az ellenzék és a kormánypárt is készülni arra, hogy egy év múlva választás, önkormányzati választás? Hát szerintem, akik itt a politikát aktívan figyelik, meg esetleg politikában dolgoznak, hanem nagyon-nagyon régóta várnak már arra, hogy egy ilyen klasszikusnak nevezett uborka szezon eljöjjön, de szerintem nem adatik meg ez a mostani nyáron sem, hiszen azért most már lassan ott tartunk, hogy 11 hónap múlva lesz egy nagy országos választás, sőt, ráadásul 2 is egy napon. Úgyhogy szerintem ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben, meg a tavaly előtt évben is, nem igazán az ilyen
semmit tevésről és a politikusoknak a magánéleti képeiről fog majd tudni beszélni, akár egy politikai elemző, akár egy politikai elemző műsorban, bármilyen újságíró vagy megszólaltatott, hanem valószínűleg ugyanúgy azért fog folyni a politikának a történés, hiszen a kormánynak nagyon komoly feladata van abban, hogy ezt az óriási válságot, amit részben ő maga idézett elő, ezt valahogy kezelni kell, nem véletlen, hogy az olyan döntések születtek az elmúlt napokban, amik ezért nyári váltásra adnak, vagy nyáron fognak bekövetkezni, ásapoknak az eltörlése például klasszikusan egy ilyen, és az is látszik, hogy a kormány nagyon erős célt tűzött ki arra vonatkozóan, például az infláció kapcsán, hogy évvégére valóban egy szemjegyűvé tegye, de ehhez azért kicsit többet kellene szerintem tenni, úgyhogy azt gondolom, hogy a kormány a válságkezeléssel fogja tölteni az idejét a nyáron. Míg az ellenzék kioldal valószínűleg inkább az ellenzéken belüli válságkezelésével kellene, vagy lenne érdemes, részben a felkészüléssel az önkormányzati, illetve európai parlamenti választásokra, részben pedig hát a tárgyalások megkezdésével, vagy pontosan milyen formában fognak elindulni ezek a pártok. Nyilván itt az önkormányzati választás kulcskérdés talán, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas nyár elé nézünk, úgyhogy a politikában is, ahogy az időjárásban is szerintem a forróság az állandó lesz. Még egy topik van, amire kíváncsiuk a véleményére, Karácsony Gergely és a 99 mozgalom körüli, hát és akkor mi ez? Hajcihő, vagy most derül ki minden, mi történik? Nagyon jó lenne, hogyha kiderülne minden szerintem. Ugye a helyzet az, és hogyha beszélget az ember kormánypárti, akár politikusokkal, akár megszólalókkal, azért én lehet érzékelni azt, hogy van egy probléma, ezt a politikai kommunikációs kampányt Karácsony Gergely ellen most már nagyon sok ideje, hosszan tudják fenntartani, de semmilyen fajta bizonyíték az még mindig nem állt elő, hiszen a probléma az, hogy beszélnek valamiről, ami nincsen igazolva, és azért, hogy mondjam, tehát aki nézett már ilyen bűnügyi sorozatokat, vagy akár ilyen tárgyalótermi sorozatokat, az tudja, hogy alapvetően a vádlónak kell igazolni a vádlat bűnösségét, és hát itt is ez a helyzet, hogy azt mondják, hogy külföldről kapott támogatást, azt mondják, hogy nem is mikroadományokat kapott, most ezeket részben vagy lehet igazolni, vagy egyáltalán nem lehet igazolni, csak ehhez kellene ennek a hatóságok, és hát láthatóan az állami szembevőszéknek a jelentésében, ugye erről semmilyen szó nem esett, a NAV vizsgálat az még jelenleg nem indult meg, és hát amiről beszéltek, hogy lesznek majd újabb hatósághoz való fordulásuk is, ott sem indult meg semmilyen vizsgálat, és azért láttuk azt, hogy ezek évekig el szoktak tartani. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy minden most hirtelen kiderülne. Nagyon jó lenne, ha tisztázná akár Karácsony Gergely, akár bármelyik másik szereplő, hogy miért képvisel adott esetben morálisan más színvonalat, mint a kormány oldalt, de erre szerintem egyelőre nincsen úgymond szüksége, hogy az ellenzéki oldalon nincs ilyen elvárás Karácsony Gergely szemben, a fideszes oldalon pedig előbb-utóbb úgy, ahogy a Városháza ügy is kifulladt, hiszen nem tudta bizonyítékokat bemutatni, úgy ez valószínűleg szintén ki fog fulladni. Úgyhogy hát egy furcsa helyzetben vagyunk, hiszen ezt nagyjából érthetjük, hogy miért ennyire furcsa. Nincsen erre jó megoldás, hogyha lesz papír, lesz hatósági bebizonyítás, akkor lehet majd újra arról beszélni, hogy itt akkor most valaki követett el bűncselekményt, vagy nem követett el. Egy tiszta jogi helyzet van szerintem nagyjából, hogyha itt azt gondoljuk, hogy bármilyen fajta szabálytalanság történt, miközben nem történt szabálytalanság, akkor igazából a jogalkotással van probléma, egy olyan jogalkotással, amit a Fidesz 13 éve saját maga szabályozhat bárhogy, hogyha szeretnének bármit ezen változtatni, bármikor megtehetik, és akkor sokkal egyszerűbb politikai és jogi szituáció alakul ki. Egyesület finanszírozható bármilyen formában külföldről, mikroadományok, nem mikroadományok, illetve hogy folytatódnak a politikai kampányt. Szerintem ezt a túlhalkotó dönts el. Gáspár Kristóf, nagyon szépen köszönöm az elemzést. Köszönöm én is. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. Találkozót kezdeményez az LMP Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztere, hogy adjon tájékoztatást arról, mi a valóság a fővárosi vegyi anyag elosztó létesítésének tervéből. Erről és egyéb aktuál politikai kérdésekről beszélgetünk Kanász Nagy Mátéval, az LMP frakció vezető helyettesével. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Ilyenkor mindig elgondolkodik szerintem az ember, hogy amikor van egy ilyen találkozó kérése, akkor az így kvázi egy sajtóhír csak, ami így jól néz ki, vagy van realitása ön szerint?
Hát azt gondolom, hogy egy normális demokráciában, jogállamban azért ez szokásos, hogy kormánypárt és ellenzéki képviselők találkoznak, kormánytagok fogadnak ellenzéki képviselőket is, vezető pártpolitikusokat, hiszen nyilván ami a médiában megjelenik, azért hát pláne azért az Magyarországon elég csekély információ, és egy picit informálisan is egyeztetni ez a demokráciának velejárója, és azért még a nemzeti együttműködés rendszerében is találunk erre példákat. Egyébként nekem is volt szerencsém, mondjuk ha nem is miniszteri, de államtitkári szinten adott esetben egy picit bővebb betekintést kapni bizonyos ágazatok működéséről, és hát most, amiről beszélünk, ugye az akkumulátorgyártás és a hozzákapcsolódó vegyi anyaggyártás, az pláne egy olyan súlyos téma, amivel kapcsolatban a legilletékesebb tényleg Szijjártó Péter, aki hát gyakorlatilag hetente repül Pekingbe és Kína más részeibe, és gyűjti be ezeket a beruházásokat, tehát neki kéne első kézből valóban tájékoztatást adnia, de nem csak nekünk, hanem a teljes nyilvánosságot kéne persze tájékoztatnia, hogy pontosan miről is van szó már megint. Na, miről szeretnének tájékoztatást kapni? Tulajdonképpen mind a mai napig nincs ez pontosan megerősítve, hogy mit tervez a kormány, ami a vegyi anyag gyárat illeti, illetve ennek a raktározását, mert arról van szó, hogy az akkumulátorgyártás az húzza magával a vegyi anyag gyártást is. Tehát az akkumulátorgyártáshoz nagyon sokféle vegyi anyagot használnak fel, az akkumulátorgyártás a vegyiparnak a része, és itt mérgező, súlyosan mérgező, veszélyes vegyi anyagokkal is dolgoznak. Ezeket a vegyi anyagokat, amennyiben ezeket a gyárakat ide telepítik Magyarországra, akkor be kell hozni Magyarország területére, és valahol raktározni kell. De ennél a hírek messzebb mennek, hiszen nem csupán a magyarországi gyárak ellátásáról van szó, hanem minthogyha egy ilyen elosztó központként is működnénk, már ami a vegyi anyagot illeti, és Európa más akkumulátor gyáraiba fogják innen elvinni a vegyi anyagot. Ez nyilván azt jelenti, hogy óriási mértékben és óriási mennyiségben fogják behozni ezeket az anyagokat. Jó lenne tudni, mi a kormány terve, hogyan hozzák ezeket be, mennyi anyagot hoznak be, milyen anyagokat hoznak be, hol akarják ezt pontosan tárolni, milyen feltételek mellett, de hát ez az egész ránézése teljesen elfogadhatatlan, úgyhogy mi nem csak a nyilvánosságban, hanem személyesen is szeretnénk kifejezni tiltakozásunkat Szijjártó Péternek, azzal együtt, hogy természetesen a részletekre azért kíváncsiak lennénk, hogy kit és hogyan akarnak megint nehéz helyzetbe hozni, hiszen amely település mellé, vagy kerület mellé, ugye most Soroksáról van szó, települne ez a elosztó központ, ha is amennyiben ez így van, nyilván az ott élők életét ez komolyan befolyásolhatja. Na, Soroksáron mi most a helyzet? Ugye az LMP is arra buzdította a polgármestert, hogy kezdeményezze helyi népszavazást, most ha jól tudom, akkor aláírásokat gyűjtenek, mi történik ott? Igen, népszavazási kezdeményezés, aláírási gyűjtés, volt a napokban egy egyeztetés, ami Csárdi Antal kollégám kezdeményezett, fővárosi illetékességű képviselők részvételével zajlott ez le, kapcsolattartás a helyiekkel, a soroksári vezetéssel, civilekkel, a korábbi kapcsolati háló megmozgatása, tehát egész egyszerűen össze kell kötnünk ezeket a szálakat, és egy olyan politikai aktivitást, közéleti aktivitást mutatni, ami még egyszer, tehát egy helyi aktivitást jelent, és egy országos aktivitást, amivel hát, ha meg lehet akadályozni ezt az újabb beruházást. Azért, ahogy én hallom, soroksáriakkal beszélgetve nagyon komolyan kiverte a biztosítékot ez, hogy tényleg derültékből villámcsapásként egyszer csak megjelenik egy hír, hogy kapnak egy óriási vegyi anyag raktárat a kertjeik végébe. De hát hasonlóan érte villámcsapásként a hír, akár a debrecenieket, akár hogyha Ács településről beszélünk, Komáromról, stb. Ezeket a kiemelt beruházásokat pontosan így akarják végigverni Magyarországon, ezzel ellen is próbálunk fellépni. Például a legutóbbi népszavazási kezdeményezésünk, ez már a harmadik pont, ezt a célt szolgálja, hogy ezeket a beruházásokat ne lehessen megvalósítani. Úgy beszél róla, mintha már így fix lenne a soroksári helyszín, holott ugye ez még egyelőre terv, és a keleti ország rész is szóba került, igen, ha jól tudom. Igen, abszolút, de ezért is lenne jó, hogy a Szijjártó Pétert hallani erről, hogy mi a terv, mi a hivatalos álláspont, ő mit tervez, hova akarják ezt a elosztó központot hozni. Egyébként, amikor ilyen nagyságú beruházásokról van szó, és mondjuk egész Európát mi akarjuk vegyi anyaggal ellátni, amit majd innen vonattal, kamionnal, hogyan is fognak tovább vinni, ja, meg hogyan érkeznek ezekbe? Tehát mondjuk a háború sújtotta Ukrajnán keresztül. Tehát azért itt komoly kérdések vannak.
Tehát ebben az esetben fölmerül egyébként, hogy akár több elosztóközpont is létesülhet. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy óriási raktár valahol létrejön, hanem lehet, hogy több elosztóközpontról van szó. És ilyen szempontból valóban a keleti ország rész, valamelyik határmenti terület szintén előjött, vagy előjöhet. De hát Szijjártó Péternek tisztáznia kéne a helyzetet, hiszen ő hozza ide ezeket a beruházásokat folyamatosan Kínából. Ha egyik helyen megvétózzák, akkor a másik helyen újra létesíthetik ezt, vagy tervezhetik a létesítését ennek, vagy ön szerint, ugye az LMP korábban már egy országos népszavazást is próbált volna indítani, hogyan lehet kvázi ezeket megakadályozni, meg kell-e akadályozni, nem elég mondjuk az a garancia, amit nyújtanának a kormányzat részéről, vagy a vállalatok részéről, hogy biztonságos lesz minden, nem szennyezzük a környezetet, nem lesz baja senkinek. Én nem látom ezeket a garanciákat, tehát én egy folyamatosan leépülő környezetvédelmi intézményrendszert látok, illetve azt látom, hogy ahol vannak is szabályok, előírások, azokat meg nem tartják be. Tehát nem tartják be, mondjuk Göd esetében, ugye az ottani Samsung gyára több esetben megbüntette a hatóság is, tehát akár a jogszabályok érvényesítése terén nagyon komoly aggályok és kifogások és kérdőjelek merülnek fel. Tehát ennyit arról, hogy itt bárki biztonságban lenne, vagy bárkit megvédenének, illetve attól nem is ígérik, hogy megvédenek minket, hogy Magyarország energiáját és vízkészletét és termőföldjeit, odaépülnek ezek a beruházások, használják fel. Egész egyszerűen ez a jövőt fölélő politika, amikor a környezeti természeti erőforrásokat úgy gondolják, úgy tekintenek rájuk, hogy végletekig ki lehet őket zsákmányolni, na ebből nem kérünk. Egyébként, hogyha egy település sikeresen megvívja ezt a küzdelmet, azt gondolom, az példa lehet a többiek számára, és mutatja azt a kormányzatnak, hogy azért nem lehet mindent átverni az emberek feje fölött, de mi akkor vagyunk teljes megnyugvással, hogyha sikere tudjuk vinni a népszavazási kezdeményezésünket. Említette, igen, hogy korábban is voltak ilyen kezdeményezéseink az elmúlt hónapokban, és pont az elmúlt napokban Csárdi Antal kollégám nyújtotta be az LMP harmadik népszavazási kezdeményezését. Egészen addig folytatjuk ezeket a beadványokat, amíg sikere nem visszük ezt az ügyet. Mindemellett a kormányzat ezeket a típusú üzemeket, összeszerelő műhelyeket, akkumulátorgyárakat úgy promózza, hogy nagyon sok munkahelyet teremtenek, egyrészt, másrészt pedig, hogy gazdaságilag kimagasló lesz Magyarország teljesítménye. Például Szijjártó Péter, amikor bejelentette, hogy Foton ugye egy újabb kínai akkumulátor összeszerelő üzem épül, akkor hozzátették, hogy a világ 6 legnagyobb ilyen gyárából már 4 jelen lesz Magyarországon. Ez roppant jó hír, tehát hogy a gazdasági teljesítmény úgy látszik minden fölülír, csak nagyon jó lenne, hogyha egyszer végre valahára nem mi, és nem a környezetünk lennénk a gazdaságért, hanem mondjuk a gazdaság lenne értünk, és figyelembe vennénk azt, hogy a természetnek milyen szolgáltatásai vannak, milyen eltartó képessége van. Na ez az a szemlélet, egyébként egy ökopolitikai irányba mutató szemlélet, amit egész egyszerűen a kormány nem val magáénak, és nem látja itt a 21. században, hogy milyen kihívások vannak, és hogyan kéne ezeket a beruházásokat megvalósítani. Hát pont nem kéne ilyen beruházásokat megvalósítani, amik súlyosan használják a környezetünket és az erőforrásainkat. A munkahelyteremtésről pedig annyit, hogy ez bevallott, hogy még az akkumulátor stratégiából is következik, ennek az évtizednek a végére gyakorlatilag 40-50 ezer munkahelyet akarnak létrehozni csak az akkumulátorgyárakban. Ezek a munkahelyek, hogyha létrejönnek, akkor már látjuk, hogy nem a magyar munkaerő számára jön létre. Tehát itt nem arról van szó, hogy hirtelen, aki jelenleg nem dolgozik Magyarországon, vagy közmunkámban, vagy már évek óta kiköltözött mondjuk Londonba, Berlinbe, Barcelonába, én nem tudom hova, Nyugat-Európába, tehát valahogy nem ők jönnek haza dolgozni ezekbe a gyárakba, hanem külföldi vendégmunkásokat hoznak be. Kínából, a Fülöp-szigetekről, Csendes-óceán térségéből, Közép-Ázsiából, Kazaksztánból, stb. Tehát így gyakorlatilag vendégmunkásokkal tudják ellátni azt a munkaerőigényt, amit ezek az óriási beruházások támasztanak. Tehát az sem igaz, hogy ebből mondjuk Magyarországon a munkaerő, a magyar munkavállalók profitálnának,
mert még egyszer külföldi munkaerőt hoznak be. Nekünk ebből az üzletből, ebből a bizniszből tényleg csak annyi jut, hogy a természeti erőforrásainkat kínáljuk fel, és elszenvedjük azokat a károkat, veszélyeket, kockázatokat, amiket ezek a gyárak jelentenek. Azért van olyan adat, ami ezt alátámasztja, mármint azt, hogy ez mennyire fontos a magyar iparnak. Például az akkumulátorgyártás már az ipari termelés egészében is fontos szerepet játszik, úgy tűnik. Idén eddig a járműgyártáson kívül egyedül az akkugyártást is magába foglaló villamos berendezések gyártása tudott növekedni a magyarországi ipari ágak közül. Hát ez nagy baj, tehát ez azt mutatja, azért nagy baj, mert egy óriási függőséget jelent. És ebből a függőség szempontjából nagy baj. Tehát igen, tudatosan az elmúlt, hát nem is 10 évben, 15 évben, talán annál is régebb óta, ez a 2000-es évek közepétől indul ez a tendencia, hogy Magyarországnak az iparát, a gazdaságát, a munkaerőpiacát, az autógyártásra, a nehéziparra próbálják alapozni. Na most, hogyha valóban jön egy váltás, mondjuk egy ilyen elektrifikáció, ami ugye az akkumulátorokra való áttérést érinti, akkor ezek az autógyárak is egyszer csak észbe kapnak, illetve észbe kaptak, hogy hoppá, benzines autó helyett, akkor innentől kezdve elektromos autókat kéne gyártani. Na, itt van ez a Magyarország, jó adottságai vannak, ott van a vízkincse, ott vannak a termőföldjei, hát veszik az oroszoktól az energiahordozókat ugye folyamatosan, na akkor itt megvannak azok az ipartelepítő tényezők, hogy ezeket a gyárakat akkor létrehozzuk itt tulajdonképpen. Tehát ami történik, az egyszerre Nyugat-Európának az érdeke, a nyugat-európai autógyáraknak az érdeke, és egyszerre a távol-keleti tőkének, nagyvállalatoknak, ezeknek az akkumulátorgyáraknak az érdeke, hiszen pont itt Magyarországon a nyugati és a távol-keleti nagy cégek találkozhatnak egymással, bizniszelhetnek, és kínai akkumulátorgyárakba fogjuk legyártani a német autókba ezeket az akkumulátorokat, amit majd exportálunk külföldre, hiszen ezért ezeket az autókat nem a magyar piacra szánják, mert jóval, de jóval többet fognak belülük termelni a tervek szerint, tehát ebből ezek a gyárak fognak profitálni, mi meg itt majd nézünk ki a fejünkből, hogy milyen károkat szenvedünk el ezen üzleti tevékenység okán. Hogyha akkumulátorgyárról beszélünk az elmúlt hónapokban, akkor azért mindenkinek összeszorul a gyomra, és mindenki attól tart, hogy akkor mérgező lesz az ivóvíz, meg különben is kihalnak a növények, meg havazás lesz, amikor 40 fok van amúgy nyáron, stb. Stb. A kormányzat ezt úgy próbálja elnyomni ezeket a típusú aggályokat, hogy azt mondják, hogy ugye biztosítva lesznek mindenféle környezetvédelmi előírások, például önök egyébként mivel lennének elégedettek ilyen téren, van-e egyáltalán olyan, amivel mondjuk az LMP elégedett lenne garanciaként, másrészt pedig, hogy nem kellett őt tartani, Szijjártó Péter is mondta, hogy ő is egyébként ott Göd mellett lakik, semmi probléma nincsen. Hát ugye meg kell nézni Magyarországnak a földrajzi adottságait, illetve a különböző tendenciákat, hogy mi vár ránk. És itt ugye amikor mondjuk ökológiai válságról, válsághelyzetről beszélünk, akkor nem csak a klímaváltozásról beszélünk, hanem a vízellátás válságáról, a mezőgazdaság válságáról, és mondjuk a biodiverzitás válságáról. Na most az akkumulátorgyártás az pontosan egy olyan iparág, ami ugye rengeteg energiát és rengeteg vizet igényel. A rengeteg energiának az előállítása szintén óriási környezeti hatással jár, pláne hogy ezt az energiát ugye föld, gáz, tüzelésű erőművekben akarják előállítani, amit itt eltüzelnek, és a magyar légszennyezést fogja erősíteni, és a klímaváltozáshoz járul hozzá. Tehát egy olyan országban, amit sújt a klímaváltozás, mert egyre kevesebb az elérhető vízmennyiség, vagy ami vízmennyiség elérhető, egyre kiszámíthatatlanabb. Hát nézzük meg ugye mondjuk a csapadék eloszlását. Tavaly nyáron végig a száj volt, most meg ugye gyakorlatilag villámárvizek öntenek el minket. Na pont ezt a kiszámíthatatlanságot hozza egyébként a klímaváltozás. De tendencia szerűen egyre csökken a vízmennyiség, a folyók által behozott vízmennyisége, a csapadék mennyisége, és mondjuk a talaj alatt lévő vízmennyiség. Tehát egy ilyen országban pont nem olyan iparágat kéne telepíteni, ami ilyen iszonyatos mértékben zabálja a vízkészletünket. Hát csak a debreceni második akkumulátorgyár, ugye ez a Katl akkumulátorgyára bevallotta napi 3-6 millió köbméter vizet használ fel. Ez óriási mennyiség. Közben Recsken újra sárlavina pusztított, két héten belül. Ez már a második volt, állami vizsgálat is indult a kőbányával kapcsolatban. Erről tud-e esetleg bármit?
ez egy olyan ügy, amit kezdettől fogva figyelemmel kísérünk, és kezdettől fogva tiltakozik ellene az LMP. Én magam is sokszor jártam Recsken, folyamatosan kapcsolatban vagyok az ott élőkkel, hogy mi történik, hogyan szenvedik meg ennek a bányanyításnak a hatásait. Hát itt is pontosan arról van szó, hogy ki akarjuk zsákmányolni a természetet. Ott van egy hegyvonulat, ami andezit követ tartalmaz. Erre a kőre mondjuk feltételezhetően állami nagy beruházásoknál szükség van, mondjuk vasútépítésnél, tehát ezeket a gránitköveket vasútépítéshez használják, de lehet, hogy mondjuk Paks 2 megalapozásához is szükség van erre a mennyiségre. Igen ám, csak ez a hegy, ez pontosan a település határán belül fekszik, tehát nem úgy, mint a korábbi bányák, több kilométerre a településtől, hanem az utolsó házsortól tényleg néhány méterre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki kimegy a kert végébe, és rögtön ott nyílik fölötte a bánya. Eddig is voltak különböző negatív hatások, a megnövekedett forgalom, a munkagépek zaja, a próbarobbantások, úgy nevezik ezeket, hogy kőzetjövesztő robbantásoknak az elszenvedése. Hát ez nem egy kellemes dolog egy bánya mellett élni, úgyis ott elszenvedni ezeket a hanghatásokat, rezgéseket, stb. Stb. És most, amikor a klímaváltozás miatt kiszámíthatatlan ugye a csapadékhozam, és lezúdult óriási mennyiségű víz, egyébként többször az elmúlt hetekben, akkor az történt, hogy arról a hegyről, ahol kivágták a fákat, bozótokat, eltüntették a zöld borítást, ami egyébként a csapadékot mondjuk fel tudta volna szívni, vagy meg tudta volna fogni, illetve kialakítottak ennek a bányának egy támfalat, nyilván az ottani földből építették ezt föl, akkor az történt, hogy ez az eső lemosta. Egész egyszerűen lemosta a hegynek a tetejét, és elárasztotta a Recski-Hunyadi utcát. Én arra szólítottam fel rögtön Pintér Sándor minisztert, hogy vizsgálja ki ezt az esetet, hiszen föl kell tenni azt a kérdést, hogy van-e összefüggés a bánya megnyitása és a környezetbe való beavatkozás, valamint a katasztrófa között. Én nem látom, hogy Pintér Sándor elindította volna ezt a vizsgálatot, de az egyik hatóság, ami a bányák működését is figyeli, szabályozza, monitorozza, az már elindított egy ilyen vizsgálatot. Én ebbe a vizsgálatba közérdekű adatkéréssel betekintést kértem, hiszen én azt gondolom, az egy közérdekű információ, hogy egy bányanyitás valóban okoz-e környezeti katasztrófát, erről mindenkinek tudnia kell. Ha megengedi, végszóra aktuál politikai kérdésben is kikérem a véleményét. A hét arról szólt, hogy minthogyha nem tudom, valamilyen átalakulás, átrendeződés indult volna a kormányzatban. Ugye Varga Judit pozíciója változott, és lemondott Kisfaludy László András is, aki egyébként a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt. Mi történik? Hát egész egyszerűen azt történik, hogy Varga Judit megbukott, tehát ez a pár éves nevező teljesítménynek, amit lerakott az asztalra, ezt már miniszterelnök úr is megelégelte, és azért többször láttunk már olyat, hogy mondjuk megbukott kormányzati politikusok, vagy fideszes vezető politikusok felsőbb szintekre ejtőernyőzik őket. Ez az Európai Unió egy ilyen tökéletes terep fideszes európai parlamenti képviselőnek lenni. Ugye ott ellenzékben vannak, sok fizet nem zavarnak, nem látjuk őket nagyon szerepelni, nem túl aktívak, akkor úgy látszik, hogy Varga Juditot is elküldik ilyen szempontból Brüsszelbe. Tarthatatlan, azt gondolom, az ő tevékenysége, itt akár a Völner Sárl ügyre gondoljunk. Pont hát az ő helyettesével kapcsolatban. Hát azért, hogy mondjam, nem kell ahhoz élénk fantázia, hogy mondjuk egy minisztert és a minisztert helyettesítő politikust, ezt valahogyan összekössük, aki ellen ugye büntetőügy van. Tehát lehet azt mondani Varga Juditnak, hogy semmiről nem tudott, amit ugye a helyettese véghez vitt. Nyilvánvalóan Varga Juditnak igaza van, jogilag, és biztos ez így is van, de azt gondolom, ez politikailag mégis egy tarthatatlan szituáció, aminek most a konzekvenciáját végre valahára Orbán Viktor is levonta. Végszóra, tényleg végszóra, önkormányzati választás van egy év múlva. A legtöbb párt már elkezd mozgolódni, készülni, rástartolni arra, hogy akkor nyáron vagy már ősszel mondjanak erőseket, vagy megjelenjenek egyáltalán. Az LMP hol tart most ebben egyáltalán, együtt vagy külön, és mondjuk a főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel vagy mással?
Nekünk az a célunk, hogy az akkumulátorgyár ellenes küzdelmet sikerre vigyük. Szerintünk a jövő évi választás leginkább erről fog szólni. Látszik az, hogy Európai Unió szinten is küzdeni kell az akkumulátorgyárak ellen, de települési szinten is. Éppen ezért mi arra törekszünk, hogy a településeken és az EP választások alkalmával egy erős zöld képviseletet kínáljunk a választóknak, úgyhogy lesz zöld lista. Hogy pontosan ez hogyan fog összeállni, én azt gondolom ez ősszel el fog dőlni ez a kérdés, de jelenleg nincs változás, önállóan készülünk ezekre a választásokra, de természetesen a szövetségkötés lehetőségeit is fontolgatjuk, és megnézzük, hogy kik lehetnek azok a partnerek, akik egy ilyen akkumulátorgyár ellenes küzdelemben segítségünkre lehetnek, illetve az ország segítségére lehetnek, hiszen az ország érdekel, hogy ezek a gyárak ne épülhessenek meg. Karácsony Gergely ilyen? Karácsony Gergely, a zöld főpolgármester, abszolút pozitívan szemléljük azt a tevékenységét, amit mondjuk a főváros zöldítése kapcsán végez, de azért azt is jegyezzük meg, hogy jelenleg, ami ugye a 99 mozgalom kapcsán napvilágra jutott hír, ezek elfogadhatatlan hírek, elfogadhatatlan fejlemények, és nyilvánvalóan terhelik, megnehezítik mondjuk ezt az esetleges kapcsolatot, de ebből a szempontból azt gondolom, hogy a jövőben hozzuk meg a döntésünket, hogy kit és hogyan fogunk támogatni. Kanász Nagy Máté, köszönöm. Köszönöm szépen én is.